Mivel készültél nekünk ma reggelre, Gábor? Mit hoztál? Az emberek szeretnének egészségesen élni és táplálkozni, vagyis az alapszabályokat kérték. Miért nem beszélek többet az alapeszmékről? Először is, hányszor együnk egy nap? Milyen időközönként együnk? Ihatunk evés közben? Mit reggelizzünk, de mikor és mit vacsorázzunk? Én megvallom, hogy elkövetem azt a hibát, hogy azt gondolom, hogy hát ezt mindenki tudja. És ezért szinte nem is foglalkozom ezzel, de eljött az idő, hogy erről egy picit beszéljünk. Érdekes egyébként ez a folyadékfogyasztás kérdés is, és az, hogy hányszor együnk, hiszen tudjátok, hogy ma már a szakemberek azt mondják, hogy sokszor együnk keveset. Arra kell figyelni, hogy nehogy ez nasolásba menjen át, tehát szinte egész nap. Azt mondják az amerikaiak, szinte egész nap esznek, és ritkán látni az utcán olyan embert, akinek a hóna alatt nem volna valami olyan papírzacskó, amiben valami nasolnivaló, chips, egyebek vannak. És Magyarországon is egyre több, ugye szinte, hogyha elindulok innen, stúdióból 5 percen belül szerintem találok egy olyan helyet, ahol lehet valamit vásárolni. Sajnos a szakemberek adják a lovat az emberek alá, hogy akkor egyél nem tudom, 5-ször, vagy 6-szor. Az nem jó sok, az 5? Hát nézzétek, a gyomoremésztésből indulok ki, a gyomornak legalább 3, de inkább 4-5 órára van szüksége ahhoz, hogy kiürüljön. És alapszabály, hogy a gyomorba nem adunk ételt addig, amíg az előző nem távozott el, mert a gyomor nem folyamatos működés, hanem szakaszos működésű, vagyis evés, emésztés, és akkor az eltűnik a patkóbélbe, és utána eszek újra. De hogyha valaki nem várja meg ezt a legalább 4 órát, de kéne igazából 1 óra pihenő még a gyomornak, hogy föl tudjon készülni a következő sósav termelésre, mert azt ne felejtsük el, hogy bivaly erős sósav van a gyomorban, és hogyha ettünk, a sósav az összekeveredik az étel, majd visszaszívódik a maradék. Lényegében tűnik a következő adagot egy szárazállás kéne a gyomornak, igen, amikor a gyomor pihen, fölkészül. De gyakorlatilag egész nap sav hatás alatt van a gyomor, hogyha valaki mondjuk 2 óránként vagy 3 óránként eszik. Aha, tehát akkor mondjuk 7-kor délben és este 5-6-kor, ez szerinted ideális? Én azt mondom, hogy igen, kivéve, hogyha valakinek olyan betegsége van, hogy az orvos azt javasolja, nyilván ezt hozzá kell tennem, tehát epe, kivették az epejét, és folyamatosan ugye az epe ilyenkor ürül a bélbe, vagy cukorbeteg. De ma már azért külföldön is az a nézet van, hogy ritkítjuk az étkezést, csak azért találták ki ezt az egyél gyakrabban, és le fogsz fogyni típusú gondolkodást, mert az ember hajlamos egyszerre sokat enni. És ezáltal el tudták azt érni, hogy a sokszor evés révén az emberek egyszerre keveset esznek, és való igaz, hogy a fogyókúrában a sokszor keveset elv némileg szerepet kapott, csak ma már ott tartunk, hogy az emberek szinte 2 óránként esznek. Tehát a sokszor kevesebb, a szerencsésebb, mint a kevesebbszer nagyon sokan. Ha legalább eltelik 3,5 óra, vagy 4 óra, tehát ha valaki mondjuk korán reggel tud reggelizni, ez ritkaság egyébként mondjuk 6:30-7-kor, és aztán mondjuk eszik, nem tudom én, 11:30-12-kor, utána 3-kor és 7-kor, lehet, hogy ez így megoldás, de kicsit erőltetettnek érzem. Felnőtt egészséges ember számára a napi 3-szor étkezést javasolom, vagy 3,5-szer. Mi van, ha éhes vagyok közben? Gyümölcsöt, vagy zöldséget eszem. És milyen gyümölcsöt? És ha tényleg éhes vagyok? A lényeg az, hogy a 3 főétkezés között fehérjét, szénhidrátot, helyesebben ugye keményítő tartalmazó élelmiszert igazából ne vegyünk magunkhoz, de a gyümölcs étkezés is azért érdekes, mert megreggelizem mondjuk 6:30-kor, és ha 9-kor, 9:30-kor bedobok egy almát, akkor az teljesen beerjeszti a reggelit. Összekeveredik a friss alma a már majdnem megemésztett reggelivel. Tehát ezek ezért furcsák, ha mondjuk valaki ebéd előtt 1 órával elfogyaszt egy almát, az rendben van, mert akkor már ugye a reggeli nincs a gyomorban. Hogy ebédig kibír, de 11-kor egy alma. Bár a savat fog csinálni, tehát lehet, hogy pont éhes lesz. De ezért kérdezem azt, hogy milyen gyümölcsöt javasolsz. Mert akkor ezek szerint az sem mindegy, hogy mondjuk mit fogyasztasz és mikor. Ebéd előtt 1 órával már az almát, a körtét, a szilvát, ezeket javasolhatom nyilván idén jelleggel. Alapvetően a reggelibe építjük be, de ott a banán, ami kifejezetten laktató, azt a reggelibe be lehet ugye építeni. Én azt vallom, az egészséges táplálkozás arról ismerhető meg, hogy hosszú távon tehetségérzést okoz akkor is, amikor a gyomorban már. De nem pont a vércukorra mondják, hogy azért egyél többször keveset, mert állandó szinten tartja a cukrodat, mint hogy hülyére zabálod magad egyszer, fölmegy a cukrod, beesik. Ha sokszor eszel kicsit, akkor az ad egy állandó vércukor szintet, csak nem terheled szét a szervezetedet. Mert pont azt olvasni, hogy inkább naponta többször, 5-szer, 6-szor kevesebbet. Most azt a finomított élelmiszerekből. A finomított élelmiszerekből azért mondják, mert ezek a zabos, hajdinás, köleses reggelik hihetetlenül beállítják a vércukorszintet, és szinte erőt kell venni magamon, hogy ebédeljek. Mert annyira nem vagyok éhes, csak folyadékot kíván a szervezet, teljesen beáll a vércukorszint, pedig valószínűleg a gyomromban már nincs ott az a köleskás, amit reggel megettem, de bivaj erős, nem vagyok éhes, és tudok teljesíteni, egyszerűen jó így, abszolút. Én azt gondolom, hogy a fehér zsömlés, szalámi, sajtos szendvics után kb. 2 órával megint megéhezem. Pedig energiatartalmában nem sokkal kevesebb, mint mondjuk az, amit én reggelizek,
csak az nagyon hamar úgy nassolási kényszert vált, kileesik a vércukorszint egy ilyen fehér kiflis, fehér zsömlés, mágia rakásos valami után. És az dobja meg a cukrot, és azután esik be a cukor, és akkor leszel újra éhes. És akkor erre azt mondja a szakma, hogy hát ne azt csináld, hogy megeszel egyszerre három fehér zsömlét, hanem inkább egyél 2-3 óránként egyet. És akkor ehhez képest ugye nincs ez az inzulin sok, kisebb lesz a hízás esélye, stb. Értem ezt az elvet, csak nem tudom elfogadni, hogy miért nem megyük azt kimondani, hogy egyél igazi Graham kenyeret, vagy rost cipót, abból egyél 2 szeletet, kend meg olyan krémmel, amik olyan igaz háziak, és akár hogyha hús is van benne, de azok igazán laktatók, és nem vagy éhes utána 2-3 órával. Pástétomok, egy jó padlizsán krém, egy jó házi diókrém azért igazán laktató. Figyelj, mi van a rágózással? Például, aki kaja után bedob egy rágót, segít az emésztésben? Egy a gondom a rágózással. Na, mi a gond? Hogy amíg rágjuk azt a rágót, addig a szervezetünk azt evésnek észleli. És amíg a szervezetünk evésnek észlel valamit, addig a gyomor nem tud áttérni a saját programjára. Ugye a szervezetünk úgy működik, hogy 20-25 perc után, amikor a rágást abba hagyjuk, a gyomor észleli és elkezd működni. A rágózáskor a gyomor szerencsétlen nem tudja, hogy mi történik. Valamit rágunk, de soha nem nyeljük le. Folyamatosan termelni a savat, mert várja, hogy valami történjen, nem történik semmi. Ideig, óráig ez elmegy, aztán elkezd emészteni, de a gyomor folyamatos készültségben van, mindaddig, amíg az ember rágózik. Amit te mondasz az üres gyomornál, úgyhogy nem étkeztél előtte és rágózol, akkor veri át a gyomrot, és akkor indít be felesleges gyomorsav termelést. De hogyha evés után fogyasztod, akkor az jó. Így van. A plusz sav segít a gyomor működést, bár nekem mindig kérdéses, hogy mennyi sav kell a gyomornak. A gyomor tudja, hogy mennyi savra van szükség ahhoz az élelmiszerhez, de ő túl fogja termelni a savat, ettől egy picit azért tartok. A másik pedig ugye az, amit mondtam is, hogy nincs meg a megállás, a nyálmirigyek is dolgoznak, a gyomor várakozik. Mi van a mondjuk a frissen facsart gyümölcslevek, ugye sokan adnak a gyereknek télen. Reggel adják inkább éjgyomorra, reggeli után adja a szülő a gyerek kezébe, mielőtt elmegy a gyerek mondjuk óvodába, este facsarjunk a gyereknek mondjuk egy narancslevet. Evés előtt javasolnám 15 perccel a narancslevet, hogyha így nagyon szakmailag nézzük, evés után az egész narancslevet be fogja szívni az élelmiszer. Valamennyi savat azt csinál, de nem sósavat az a baj, hanem az egészen máshogy fog működni, és az emésztés is zavart szenved, hiszen narancslében úszik az egész rendszer. Nagyon fontos, hogy az emberi gyomor az nem úgy működik, hogy mindent betáplálok, és akkor majd valahogy eldolgozgat vele. Meg a sav mindent majd szétmar, megemészt és kész. Mert sokan úgy gondolják, mint egy ilyen vegyes tüzelésű rendszer, hogy majd mindent szépen szétsavazunk benne, és akkor az rendben lesz. Nálam működik. Találkoztam olyan férfiakkal, akik ezt mondták, 48 éves korukig, 50 éves korukig, aztán jön a férfi változókor, ami nem úgy működik, ugye, mint a nőknél, hanem emésztőrendszeri vérnyomás egyéb. Na, szóval ott tartott el, hogy a gyomor nem kazán, vegyes tüzelésű. Igen, ezért a gyümölcsöket általában evés előtt, vagy reggelihez, gabonaitelekhez társítjuk. Van, aki ehhez sem társítja, hanem egyszerűen étkezés előtt egy órával fogyasztja el. Az jó. Ezáltal a gyümölcs borzasztó hamar hasznosul, fölszívódik, hiszen tudjuk, hogy a gyümölcsnek gyors a fölszívódása, és hogyha az étellel összekeverjük, akkor akár órákat is tölthet a gyomorba, és egy ilyen erjedést indít el. Jó, vacsi, mikor mondod? 6-kor, 7-kor? 6 óra, de úgy, hogy 7 óráig be kéne zárni a vacsorát, és igazából a konyha felé sem kéne mennünk 7 óra után. Ez egy fontos dolog, mert van, aki még éjszaka is eszik, de van, aki este 8-9-10 órakor. Az a baj, hogy ezek az este elfogyasztott ételek egyrészt nem könnyen emészthetők legtöbbször, másrészt minimum éjfélig hajnali egyik a gyomorban vannak, már pedig ez azt jelenti, hogy az első mély alvási fázisunkat. Hát ezt mindenki ismeri, hogy 8-9-kor betérdelsz a hűtő elé. És... ez nem a mély alvás, evés utáni álmosság, akár este is. Ezt úgy nevezik, hogy drogos vagy narkós alvás idézőjelben, ami azt jelenti, hogy az agyból kimegy a vér a gyomorba, ezáltal elálmosodunk este meg 100%, hogy még erősebben. De hiába mondjuk, hogy én jól alszom egy nagy vacsora után, nincs mélyalvási fázis, tehát másnap dekoncentráltan kelünk. Én olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikket arról, hogy a japánok egyébként azért élnek 80 évig, vagy 90 évig, amellett, hogy baromi jó lesznek, hogy például ők soha nem isznak hideget az italhoz, mert hogy a hideg ital az megköti a zsírsejteket a szövetekhez, zsírosodt, plakkok képződnek, stb. Ők viszont meleget isznak ugye folyamatosan, ami oldja a zsír, és hogy az ő kiváló szív- és érrendszerüknek azért ennyire hatásos a működése, mert hogy a meleg ital is segít oldani, ha esetleg zsírosat isznak. Olvastam ezt a hírt, de egyszerűen szakmailag nem tudom alátámasztani, mivel a szervezet mindent fölmelegít, muszáj neki. Tehát addig nem jut át semmi a keringésbe, amíg az nem éri el ezt a belső közel 37 fokos testhőmérsékletet. Ezt a folyamatot többet. Nem kell megcsinálnia, érted? A meleg itallal. Igen, tehát nem veszel energiát.
Na ez az, ezt akartam mondani. Amikor meleget iszom, akkor ezzel majdnem egy órát nyerek emésztés szempontjából. Mert elképesztő erőket mozgósít a szervezet, nem is gondolnánk egy hideg ital fölmelegítésére. Hát sokkal, azt viszont tényleg sokkolja a szervezetet. Igen. Tehát, hogy így gyomorra, méhesen, kaja után, amikor iszol két deci hideget, az átég szétveri. Egy jégkrém, egy fagylalt is annyira visszahűti az elfogyasztott élelmiszert, amit szerencsétlen végre ugye fölmelegített egy kicsit, hogy megrágtuk, lenyeltük és visszahűtjük egy fagylalt. Ezért tiszta szívből ajánlod a 36 fokos fagylaltot. Tehát a hideget iszol nyáron, azért van még jobban meleg, mert a szervezetet közben hőt kezd termelni, hogy semlegesítse a hideg italt. A folyadék fogyasztással eleve problémám van az evés közben, mert nem való. Folyadékot nem fogyasztunk evés közben, ugyanis a gyomortartalom ezt fogja beszívni. Nem való fizikai értelemben. Igen. Tehát, ja, igen, nem. Azt hittük, hogy ez nem illendő. És az asztalsor se állják fel addig, amíg a nem végeztek. Nem, bocsánat. Ja, úgy értettem, hogy az szakmai ital. Étkezés előtt maximum 30 perccel fogyasztjuk el az utolsó kortyvizet is, és utána az étkezésig a szervezet ezt a vizet felszívja. De ezt így nem jó, számolja ki persze, senki, Gábor, tehát hogy nincs, hogy most válik. 9 óra 5-kor én enni fogok, és akkor most gyorsan bedobok egy pohár vizet. Micsoda, hát a Gábor ne viszi, stopperra leméri, fél óra a kajot, az, már nem iszik. Ha nagyjából érzed, hogy enni fogsz nem sokára, akkor már nem fogyasztasz. Mikor igyak? Azon túl, hogyha szomjas vagyok. Evés előtt 30 perccel, evés után egy órával. Gábor, tudom, hogy ez idegesítőnek tűnik, de most képzeld bele magad a gyomrod helyzetébe. Na. Arról van szó, hogy a gyomor szilárd ételt szeretne emészteni, és ehhez szeretné hozzákeverni napi összesen egy liter sósavat és a pepsint. A gyomor ezért létezik, ezért él, és hogyha itt zavart szenved a szervezet, akkor az összes több mint 6-7 méter hosszú bérrendszerbe is már baj lesz. Tehát akkor kaja után egy fél órával. Ha evés közben, először is evés közben iszom, akkor a nyálmirigyek egészen más nyálat termelnek, nincs sem mucinózus nyál, ami azt jelenti, hogy nincs gyomorvédő nyál, mint egy pirítósnál. Én most megpirítottam a kenyeret nektek. Ja, jó, ne húzd fel magad. De mi a helyzet akkor levesse? Hát ugyanúgy értékelve, hogy a gyomor tudja, hogy ez most anyátyúk levese, ez viszont víz. Tehát, hogy különbséget tesz a leves. És a tartalmas leves, amiben nem sok a lé, hanem a tartalom, a zöldségek, a krumpli, egyebek. És a hús. A régiek azért olyan babgulyást, olyan palóclevest készítettek, úgy emlékezem, hogy ahhoz ettek egy néhány szelet kenyeret, és attól jól laktak. Olyan levesben én nem hiszek, ami ilyen vizes, tehát szinte csak víz van benne, és tészta, néhány szem zöldség. Ilyet nem fogyasztunk, mert ez megzavarja az emésztést, a leves. Na most találták ki. De pont a húsleves gyógyító hatásáról olvastam meg a múltkor egy cikket. Leírták, hogy milyen jó vírusölő hatása van, hogy mennyire fontos, hogy a melegleves, a húsleves, még azt is mondták, hogy antibakteriális. Hát a húsleves táptalajnak használja a szakma különböző baktériumok gombák szaporítására, hát a húsleves egy fantasztikus táptalaj, tehát ez semmiképpen nem fertőtlenít. Táptalajnak nevezted? Táptalajnak nevezted, de a húslevest? Egy jó új házit. Reggeli kávé például, na az meg egy érdekes dolog. Most éppen azt olvastam, hogy minden nap megiszol egy kávét, még tovább is élsz, mert hogy annyira jó hatása van a szervezetre, az agysejtekre, stb. Mondjuk éjgyomorra én bejövök, beverek egy kávét, tönkre vágom magam? Ha éjgyomorra iszod, akkor igen, hosszú távon. Kösz. Nyilván milyen erős a kávé, mennyi a koffein tartalma, stb. Ugye különböző típusú kávék vannak, de éjgyomorra nem jó az epének, nem jó a nyelőcsőnek, nem jó a gyomor kis görbületének, és a patkóbélnek sem. De igazából a kávé éjgyomorra, hát egy intenzív pörkölt anyag. Így éjgyomorra nem merném. A szakma azt mondja, hogy epe problémák, gyomor fekélyegyulladásokat okozhat hosszú távon, egyéb tényezőkkel együtt, mint a stressz, ecetes, mustáros ételek, stb. Egy kis zapkása után viszont a zab bevonja a gyomrot. A lényeg az, hogy valami legyen a gyomorban, tehát a kávének közvetlenül érintkezzen a gyomor falla, mert akkor van a gond. Ha már folyadék bevitel, akkor olvas az ember mindenféle dolgot. 3 liter, 5 liter, 8 liter, 2 liter. Itt is annyi hülyeséget hall az ember, hogy te akkor mit tanácsolsz? Igaz ez a 4-5 liter? Mi a jó mennyiség minden szerinted? Minden 10 kg testtömeg után legalább 3 deciliter víz. Jézusom. 70 kilós embernél 7x3, 21, több mint 2 liter. Tehát nyáron 3 liter, télen azt mondjuk, hogy 2,2. De akkor mikor, ha napközben nem ihatok, mert ugye? Mondom mert már nem is, jön. Fölkelés után 2 pohár víz, ez már is fél liter. Reggeli után egy órával egész ebédig óránként egy pohár, vagyis 9 órakor, 10 órakor és 11 órakor egy pohár víz. Neked csipog valami? Neked szól az órád, vagy te érzed? Igen? A szervezet szól. De azt hittem szundiba vagy napközben, és akkor tud mindig megiszol egy pohár vizet. Nem, ez már 5 pohár, délután 3 pohár megint ugye 2-től 5-ig, és vacsora után, illetve várunk egy órát, lefekvés előtt még egy pohár, ha megnézitek, ez 8-10 pohár víz, reggel 2, este 1, napközben délelőtt 3, délután 3, és úgy csak, hogy van a kocsimban, nekem mindig ásvény, beverek egy fél litert, az a megint bűnözöm, és pokora kerül. Nem iszunk fél litert, nem olyan jó a vérnyomásnak. Most már tényleg csak égetsz minket.
És például a sport után, tehát egy sport után megiszom másfél liter. Tehát játszom két órát, és azonnal beverek utána másfél liter. Háromszor fél litert ott lehet inni, de egyszerre másfelet nem tesz jót az agynak. Sztrókra hajlamos. Mondjuk az azt nálam ne keres. És mikor ehetsz sport után? Először iszunk, az ivás után egy 15-20-25 perccel már lehet enni. Illetve hát a sport után azért várunk egy 30 Nem lehet, percet. Mert azt mondtad, hogy fél órával előtte lehet csak inni. Hát 20 perc múlva már nem ehetek. Tehát iszunk, és az ivás után 30 perccel eszünk, akkor így fogalmazom. Az, hogy ne így a kevés közben, evés után rögtön. Azt mondjuk, hogy nem. Várjak ki időket, ezek szerintem megszokható. És a gyomor működésben... És a gyerek se egy, tehát iszik egy kakaót a vacsorához, nem vagy iszik egy gyümölcslevet, tehát semmi. Húzzuk az időt nála is. A gyermek gyorma azért jobban tolerálja a pépes ételeket, a felnőtt gyomra jobban szereti a szilárd ételeket. Nem véletlen, hogy szinte minden szakirodalmat, ha föllapoztok, a gyomor és epe bélvédő élelmiszer úgy kezdődik, hogy szikkasztott pékáró, pirítós, nem úgy, hogy friss kertésztafánk, lángos. Tehát szikkasztják. Azért szikkasztják, hogy minél szilárdabb legyen, mert a gyomornak ez a jó. Ehhez képest, aki beteg, elfogyasztja a fokhagymás pirítóst, és már is ráissza a teját. És ez agyonvágta a pirítós hatását, aminek jó lett volna egy beteges esetében a pirítós a gyomornak, de a teja agyonvágta, megszívta magát a pirítós tejával, és nincs igazán jó gyomor működés.